A Flash központ előtt ismerkedhettek meg a szépkorúak múlt héten a mobil bűnmegelőzési centrum jól felszerelt eszközével, amit néhány hétig a Moson-Magyaróvári rendőrkapitányság használt. A jármű célja, ami főként kereskedelmi forgalomban kapható vagyonvédelmi felszereléseket tartalmaz, hogy promotálják az ország egész területén a bűnmegelőzést. A tulajdonos a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Budapesten, amelytől a megyék, Győr-Moson-Fejér és Komárom-Esztergom megye kapja meg bizonyos időtartamban, és akkor tudunk mi kimenni településekre, hogy meg jobban tudjuk igazán promóciózni a bűnmegelőzést. Ha én kitámasztom az ajtómat, be is zártam az ajtót mondjuk kéne, én vagyját, de mondjuk nem bízunk senkibe, és valaki belép. Ezzel az egyszerű kis eszközzel már megelőzhető, hogy illetéktelenek hatoljanak be az ingatlanba anélkül, hogy az ott élők észrevennék őket. A vagyonvédelmi eszközökről bővebben már a Flash központban hallgathattak meg előadást a szépkorúak, ahol kiderült az is, hogy milyen a tökéletes bicikli vagy éppen ajtózár. A bűnmegelőzési előadáson pedig egy aktualitás is előkerült, ami a Mindenszentek és a Halottak napi ünnepekhez kapcsolódik. Ebben kiderült, mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy nehogy baj legyen a temetői látogatásokból. Mi mindig próbáljuk nyitogatni a jelenlévő nyugdíjasoknak és szépkorúak figyelmét arra, hogy ne cipeljenek fölös a temetőbe, ne vigyenek nagyon sok készpénzt magukkal, ne vigyék az összes iratukat egyszerre, mert ugye hát ők azért a korútnál fogva azért néha azért feledékenyek, leteszi a táskát, ott hagyja a padon, elviszi a szemetet, elviszi a levegőt, elmegy vízért, és közben sajnos vannak olyan emberek, akik olyan személyek, akik próbálnak profitálni, hogy ezeket az értékek szerzik meg, és akkor hát kárt okozva a sértetteket. A megye rendőrei annak érdekében, hogy zavartalanul teljenek a megemlékezések, több jó tanácsot is ellátják a lakosságot. Ezek közé tartozik, hogy ellenőrizzék a gépkocsik műszaki állapotát, mielőtt útra indulnak. Mindig az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. A temetőknél pedig ellenőrizzék, hogy lezárták-e autójukat, értéket pedig sose hagyjanak ellenőrizetlenül, a gépjárművekben sem.